Sziasztok, Németh Gábor vagyok, és ma egy érmetrükköt fogunk tanulni. Tartsatok velem ma is! Ez az én kedvenc mozdulatom, de ez majd egy jóval későbbi óraanyaga lesz. Először is tudni kell, hogy nagyon sok fajta pénzérme van, és majdnem mindegyikkel lehet bűvészkedni is. Különböző országoknak különböző pénzük van, különböző mérettel. A bűvészetben a két standard méret, az a fél dolláros, az amerikai fél dolláros méretű, illetve az amerikai egy dolláros méretű. A magyar pénz egy picit kisebb, én azzal annyira nem szeretek bűvészkedni, mert ez nagyon pici. És ahhoz képest a kezünk meg szerintem óriási. Tehát amikor eltűnik a kezünkben ez a pénz, akkor nincs akkora hatása, mint amikor egy sokkal nagyobb pénz tűnik el a kezünkben. Ugyanakkor a magyar pénzzel való bűvészkedés az azért jó és azért támogatandó, mert sokkal jobban fogják elhinni azt, hogy ez egy normális dolog, nem úgy, mint még egy amerikai fél dollárost, amit valószínűleg még soha életükben nem láttak. Én leginkább az egy dolláros méretű pénzérmékkel szeretek bűvészkedni, azért, mert nekem ezek állnak legjobban a kezemre. Na de, lássuk is, hogy néz ki a trükk. Ez nem is mutatvány, ez egy fogás, de az egyik legalapvetőbb fogás ahhoz, hogy az érme bűvészetet el tudjuk kezdeni. Ez nem más, mint a French drop. Ez így néz ki. Fogd az érmét, átveszed az egyik kezedbe, bam, és eltűnt. Majd amikor úgy akarod, akkor előveszed mondjuk valahonnan. Hogy is néz ki a French drop a gyakorlatban? Úgy szoktam elkezdeni, hogy a bal kezem üvegkúja és a bal kezem középsúlya között fogom meg az érmét. A jobb kezemmel eltakarom az érmét, majd igazából azt csinálom ennél a mozdulatnál, hogy ahogy beérkezik a kezem, a jobb kezem a bal kezemhez, a hüvelykujjammal, a jobb kezem hüvelykujjával, a bal kezemét megemelem, ezáltal a pénz leesik ebbe a kezembe. Ebben a pillanatban, amint leesett, úgy csinált, mintha elkapnám az érmét a másik kezemmel. Ezt a kezemet leengedem, majd ezzel ráfújok, vagy valamilyen ilyen varázslatos mozdulatot csinálok, avval eltüntetem az érmét. Megfogom, eltakarom a kezemmel, felemelem a ujjamat, de csak egy picit úgy teszek, mint hogy elkapnám a másik kezemet le. Nagyon fontos, hogy a jobb kezemet az ugyanabban a pózba tartom, mint amelyikben az érme volt. Ennek az a jelentősége, hogy pszichológiailag így meg lehet téveszteni az embert. Ha látjuk, hogy az érme ebben a kis körben van, és én el akarom tüntetni az érmét, akkor azt csinálom, hogy megfogom, ráfogok, az egész testemmel odébb állok, de ezt a kezemet ugyanott tartom, mint ahol a pénzérmének az eredeti helye van, mert ezáltal a néző azt fogja gondolni, hogy valószínűleg még ott van. Majd utána, amíg a másik kezemben van a pénz, és nem figyelnek természetesen a nézők, amíg ráfújok, vagy bármilyen mozdulatot csinálok, elrakhatom a zsebembe, eltüntethetem, stb. Még egyszer. Itt van a pénzérmének a helye, megfogom, ráfújok, és azzal a lendülettel, mivel elindult errefelé a mozgás, minden mozgásnak van egy iránya. Most az a mozgásnak az iránya, hogy a kezem elindul jobbról bal oldalra. Így az egész testem a súlyáthelyezés is elindul jobbról bal oldalra. Ahogy ez történik, megfogom a pénzt, a jobb kezem az ugyanott marad, a bal kezem pedig természetesen követi ezt a mozdulatsort, amit elindított az egész testem az előbb, tehát ezt a jobbról balra mozgást, azáltal, hogy a testsúlyomat is áthelyezem, az egész testemen megvan ez a fajta mozdulat. Először most tényleg a jobb lábamon van a testsúlyom, megfogom, átviszem középre, majd ahogy leengedem a kezemet, ugyanúgy átraktam a testsúlyomat és a bal lábra. Tehát megfogom az érmét, és el. Teljesen természetesnek hat a néző szempontjából, hogy jé, itt volt egy érme, nyilván itt van az érme, megfogtam az érmét, és a másik kezemet pedig természetesen leengedtem. Ügyelni kell rá, hogy nem úgy engeded le, mintha az a kezed egyből meghalt volna, tehát megfogod és így BAM! Hanem lazán, természetesnek kell hatnia. Először nagyon jó, ha azt gyakoroljuk, hogy csak tele megfogjuk az érmét, és a másik kezünket elengedjük. Szerintem fontos az, hogy közben a testünket is ide-oda helyezzük, nem szabad tipegni, topogni, mert az nem jó, hanem egy természetes ringásnak kell lennie, hogy egyik helyről átmenjünk a másikra, mert akkor az irányok, a mozdulatoknak az irányja, az megegyezik azzal, ami természetesen történne. A másik nagyon fontos dolog, miatt elfelejteném, hogy ezt szemünkkel is követnünk kell. Tehát nem lehet az, hogy itt van az érme, és akkor nem, mert egyből lebukunk. Tehát nagyon fontos, hogy a szemünkkel azt kövessük, hogy az érmének hol kéne lennie, hogy ezzel ugyanúgy befolyásoljuk, illetve megtévesztjük a nézőket, és kondicionáljuk arra, hogy ha mi oda nézünk, akkor ők is oda fognak nézni.
Tehát megfogod az érmét, te is azt a kezedet nézed, nem a másikat, amelyikben az érme van valójában, hanem azt, amelyikben az érme van. Most, hogy megtanultuk eltüntetni az érmét, megmutatom, hogy tudjuk visszahozni. Ehhez meg kell tanulnunk még egy fogást, ami nem más, mint az ujjpalmás. Az ujjpalmásnak nem más lényege, mint hogy az érmét akkor két ujjperceddel, ez a kis hajlattal meg tudod fogni. Ez azt eredményezi, hogy amikor lefordítod a kezedet, akkor nem fog látszani benne az érme, és kis elsik, pedig igazából itt van. Ügyelni kell arra, hogy ne görcsösen fogd, illetve ne nyújtsd ki a másik két kezedet, mert akkor egyből le fogsz bukni. Fontos az még, hogy amikor az érmét megfogod, akkor amennyire lehet, próbáld meg természetesen tartani a kezedet, tehát vagy mindegyik ujjad legyen kicsit csukva, vagy kicsit lazábban, gesztikulálj vele, de mindenképpen összezárva legyen, mert különben kilátszik az érme és lebuksz. Tehát amikor megcsináltad a French Drop-ot, akkor az a nagy szerencs, hogy nagyjából ebbe az ujjpalmás pozícióba esik be az érme. Itt igazából csak be kell csuknod egy kicsit a kezedet, vagy ezt a két ujjadat, és automatikusan meg tudod fogni. Itt most nem csak két ujjal fogod, hanem hárommal, de akkor sokkal biztosabb, hogy oda fog beesni az érme. Megfogod, és egyből le is fordítod a kezedet. Azáltal, hogy lefordítod, automatikusan takarva lesz, és össze kell csuknod a kezedet. Ez még gyakorlást igényel, mert ez nagyon nem egy egyszerű mozdulat, és nagyon sok embernél kilátszik. Minél többet gyakoroljuk, annál természetesebb, annál jobb lesz. Nagyon fontos, hogy ezeket a mozdulatokat, amiket most megmutattam nektek, ne egyből rohanjunk ki a nagy világba, és tanítsuk meg mindenkinek, vagy éppen mutassuk meg, és káprasztassunk el mindenkit, hanem kezdjük el gyakorolni. Ezek a mozdulatok se a French Drop, se pedig az ujjpalmás, nem egy egyszerű mozdulat, nem olyan mozdulat, amit egyik pillanatra másikra meg tudunk tanulni, nagyon fontos a gyakorlás. Ha úgy érezzük már, hogy jól tudjuk csinálni, és már a tükör előtt is megcsináltuk rengetegszer, és egyáltalán nem látszik ki, akkor mehetünk ki a nézőkhöz, és megmutathatjuk random, véletlenszerű embereknek. Szerintem ez egy tök jó módja annak, hogy egyébként fejlesztjük egyben a kézügyességünket, másrészt a figyelem elterelést. Itt nagyon sok leckét tanultunk egyszerre, mint például az, hogy a mozgásoknak milyen iránya van, és ez hogy hat pszichésen az emberekre, és hogy tudjuk ezzel elterelni a nézőknek a figyelmét. Megtanultunk két nagyon-nagyon alapvető, de fontos mozdulatot, az egyik a French Drop, a másik pedig az ujjpalmás. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára, kövessetek Facebookon és Instagramon. Ha bármi kérdésetek van, írjátok meg a komment szekcióba. Én Németh Gábor vagyok, sziasztok!